mondjuk ki, hogy a kiemelt tehetség szintén atipikus, és ugyanolyan különleges bánásmódot igényel, mint a gyógypedagógiai segítségnyújtás. Hogy minél több tehetség találja meg a megfelelő helyet tanulmányaihoz, annak érdekében írta alá Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat és az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki kara együttműködését. Tehetségkutatás és gondozás terén már egyáltalán nem új keletű a kapcsolat a két intézmény közt. Tulajdonképpen ezeket a korábbi együttműködéseket hangolták most össze a megállapodás aláírásával. Az egyetem mentori segítséget nyújt a természettudományok és matematika iránt érdeklődő tehetségek gondozásában, a szakszolgálat pedig folyamatosan aktivizálja a kapcsolatait annak érdekében, hogy egy-egy tehetség minél előbb a legjobb helyre kerüljön. A fiatal el tud jönni hozzánk, és részt vesz egy ilyen tehetségazonosító vizsgálaton. Ez egy komplex jellegű vizsgálat, itt van szükségünk mentori támogatásra is, és ehhez begyűjtjük a szülőtől az információkat, az adott intézménytől az információkat, és hát tulajdonképpen egy ilyen tehetségútlevelet adunk a fiatalnak, amivel javaslatot kap arra vonatkozóan, hogy merre felé tud elindulni, és ezt a fajta kapcsolatrendszert megmozgatva, aktivizálva, akár már irányt is tudunk mutatni számára. Nekünk, mint műszaki karnak nagyon fontos az, hogy mindenféle fiatalember lelkéhez, hogy találjuk az utat. A lehető legtöbb tehetséget szeretné megnyerni magának az Albarégia műszaki kar. Erről már annak dékánja Györök György beszélt a megállapodás aláírásakor. Az együttműködésnek köszönhetően így olyan diákoknak is alkalmuk nyílik majd a tehetségük kibontakoztatására az egyetemen, akiknek különben élethelyzetükből adódóan eddig nem lett volna mindenre lehetőségük. Fontosnak tartom azt éppen a példák alapján, hogy olyan szélsőséges élethelyzetből is megnyerjünk hallgatókat az egyetemre, akik egyébként saját maguktól nem biztos, hogy ezt a pályát, ezt a karriert választanak. Tehát bármilyen jó példát felmutatva, bármilyen segítséget nyújtva a diákok irányába, meggyőződésem, hogy ilyen hallgatók továbbra is fognak jönni az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karára. Az együttműködést és az ide vezető utat annak aláírásakor a Székesfehérvári Tankerületi Központ részéről Török Szabolcs, míg az önkormányzat részéről Cserpalkovics András polgármester méltatta. Mint mondták, újabb előrelépés történt annak érdekében, hogy minél több tehetség maradjon a város határain belül.